Ha diktatúrák mementója, akkor terrorháza. Az Andrássy út 60-ról mindenki hallott már. De a történelem nem állt meg a falaknál. A köztudatban teljesen ismeretlen, hogy mi történt a szomszédos épület az Andrássy út 62 hírhedt irodáiban és sötét pincéiben. Most az Andrássy út 62 szám előtt állunk, ami jelenleg a Török Kulturális Intézet, de ennek az épületnek is története van. Először a századfordulón bérhezként működött, és 1945-ben a politikai rendőrség nem csak az Andrássy út 60-at, hanem a 62-t is elfoglalja, és Péter Gábornak itt van fönt az első emeleten a szobája. Ismerkedjünk meg az épülettel belülről is. Az épület belső terei több felújítás után is szinte eredeti állapotban maradtak meg. A fa és fémburkolatokat, díszítéseket a politikai rendőrség idején sem semmisítették meg. Balra található a családnak az ebédlője, ami utána tárgyaló volt, és ebből nyílik Péter Gábornak a szobája. Péter Gábor a kommunista befolyás alatt álló politikai rendőrség és az abból kinövő államvédelmi hatóság, röviden az AVH vezetője volt. Feladata kezdetben a nyilas háborús bűnösök felkutatása, majd a berendezkedő pártállam külső és belső ellenségeinek üldözése volt. Ez a szoba, ha tudna mesélni, akkor sok mindenre képes lenne. Nagyon prominens tanúkat, vádlottakat hoztak ide fel hozzá kihallgatni. Amiket látunk a filmhíradókban, a képekben, amik készültek az irodáról, olyan háborús bűnösöket hallgat ki, akiket a kommunista párt felhasznál a propaganda céljára, hogy megmutassa, hogy őket is legyőztük, elkaptuk, és most bűnhődni fognak. Gonosztevők jó kezekben vannak. Péter Gábor politikai rendőrfőnök megkezdte kihallgatásukat. Most Haim Péter áll a politikai rendőrfőnök előtt. Évekig titkos ügynöke volt a németeknek. Későbben szállította nekik a magyar közélet, a becsületes magyar politika, a munkás mozgalmak legjobbjai. Őket ide behozzák, leültetik, de hogy Péter Gábor biztonságban érezze magát, most már nincs ott az a szellőző nyílás, de itt az ajtó mellett volt egy szellőző, ami mögött Péter Gábor mosdója, és a mosdónak a plafon előtti részén egy álmennyezet, ahol feküdt egy őr, biztosítva Péter Gábor épségét egy géppisztollyal. A rács mögül folyamatosan figyelt. Igen, tehát hogy bármikor reagáljon, hogyha netántán bárki, aki ide bejön ebbe az irodába, megtámadja. Nem a mennyezetbe épített őrállás volt az egyetlen kuriózum az Andrássy út 62-ben. Az eredetileg ebédlőnek épült, később titkárságként használt helyiségben ma is akadnak furcsaságok. Vannak olyan helyek ebben a szobában, amik eldugottak. Az egyiket azt megmutatom. Tanú című filmet, hogyha valaki látta, akkor... Abból ismerős lehet. Igen, abból ismerős lehet. Eljutottunk a pincébe, ami gyakorlatilag egy fogda volt. Kiket tartottak itt fogva? Mindenkit, akit az úgynevezett Andrássy út 60-ba behoztak, letartóztattak, elhurcoltak, ez attól függ, hogy hogyan történt az elfogatásuk. Egy idő után mindenki lekerül a pincébe. A kezdetekben nem is kisebb-nagyobb cellákat alakítottak ki, hanem most is, ahogy látjuk, egybe nyíló terek voltak. Aztán elkezdték átépíteni a pincerendszert, és kialakították az egyszemélyes, kétszemélyes, többszemélyes cellákat. Noha, ma csak az Andrássy út 60 hírhedt zárkái élnek a köztudatban. A pince szinten az egész épületblokk átjárható volt a 60-tól a 64-ig, a Csengeri utcától a Vörösmarty utcáig. Az itt fogvatartottak nem is tudhatták pontosan, melyik épület alatt vannak. Megérkezünk megint egy nagyon érdekes helyiségbe, vagy alagútba, vagy csatornába, ahol kialakították az egy-két személyes zárkákat, és itt láthatod is. Látható a fal helye. A fal helyét. Itt voltak a fogdák. Igen. Hány Igen. személyes fogdák voltak itt? Hivatalosan egy vagy két személyre kialakított, de amikor egyre több letartóztatott volt már az Andrássy 60 falai között, akkor 8-10 főre is emelkedhetett a száma. Tehát amikor már nem tudsz lefeküdni, hanem állva alszol, vagy guggolva.